a Hajdú Szoboszlói Polgári Olvasókör és a Püspök Ladányi Irodalmi Kávéház tagjai találkoztak és ismerkedtek meg egymás tevékenységével, érdeklődési körével a Hajdú Szoboszlói Városi Könyvtárban október 12-én a Szoboszlói Irodalmi Napok keretében. Ott volt S. Tamási Áron költő is, aki elmondása szerint nem székely. Valószínűleg olasz, de kutatja a családfát. A vendég különleges szerző, ugyanis filmekről ír verseket. 5 éve Hajdúszoboszlón él. A Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör tagjai a Püspök Ladányi Irodalmi Kávéház tagjaival találkoztak október 12-én a Városi Könyvtár olvasótermében, hogy ismerkedjenek egymás szervezeti életével, érdeklődési irányaival. A Polgári Olvasókör 2014 óta a hajdúszoboszlói szellemiség erősítése érdekében a több mint 100 évig fennállt olvasóköri mozgalom hagyományaira építkezve működik. Nagyon örülök neki, hogy az utóbbi egy évben szoros kapcsolat alakult ki a Városi Könyvtár és a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör között. A könyvtárosok jöttek és az új könyvekről beszéltek nekünk, illetőleg mi igyekeztünk eljönni az ő rendezvényeikre. Azon túl technikailag is segítettek, hogyha egy kiállítás szervezésében arra volt szükség. Olvasókörünk tagja az Olvasókörök Szövetségének, azaz már korábban is igyekezett minél több olvasókört elérni, így most nagyon örülünk neki, hogy azon kívül is, a szövetség tagjain kívül is adódik egy alkalom olvasókörrel, illetőleg irodalmi körrel megismerkedni. A Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör számára ez az első alkalom, hogy az Országos Szövetséghez nem tartozó kulturális, irodalmi közösséggel is találkozót tartottak. Csak a szövetségi olvasókörökkel van kapcsolatunk, ez lesz az első olyan, amelyik nem szövetségi kör. És azért vagyunk itt nagy örömünkre, megköszönve a Hajdúszoboszlói Könyvtár meghívását, hogy barátkozzunk az itt lévő polgári olvasókörrel. Mi 2010-ben alakultunk, és egy olyan csoport ez, aki érdeklődik a kultúra minden ága iránt. Tehát elsősorban ugye irodalom, de ezen kívül bármelyik más művészet jár, képzőművészet, zene, stb. A csoport összetétele rendkívül változott, összesen 15-en vagyunk most. Ebbe a fiatal ember, aki gazdálkodik, attól kezdve a művésztanárig, tulajdonképpen mind többen vagyunk, de ebben teljesen egységesek, hogy nagyon szeretjük a művészeteket és a kultúrát. Úgyhogy fontos módszerünk, hogy nincs előre elhatározott koncepció. Amikor találkozunk, mindannyiunknak meglepetés lesz, hogy vajon a többiek mit hoznak elő. A szövetségi olvasókörök azok többnyire hagyományos értelemben vett olvasókörök, tehát nem csak irodalommal, hanem helytörténettel, különböző néphagyományok felélesztésével foglalkoznak, kulturált szórakozást biztosítják a tagjaiknak. Ez, ami most alakul, formálódik kapcsolat, ez kifejezetten irodalmi jellegű lesz. A zene, az irodalmi megemlékezések, a tagok élménybeszámolói, egy-egy különleges könyv szerzemény bemutatása is hozzátartozik a Püspökladányi Irodalmi Kávéház életéhez. Tányér József, a Hajdúszoboszlói Művelődési Központ könyvtárának vezetője, és szintén tagja a Püspökladányi Irodalmi Csoportnak. Ősszel egy kicsit több idő van talán az olvasásra, egy kicsit bejövünk kintről, és működik Püspökladányban egy irodalmi kávéház. Debrecenben is tagja vagyok egy irodalmi csoportnak, és úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha ezek az irodalmi körök, ugye tudom, Szoboszlón pedig ugye a Főnix versmondó kör, illetve ugye Évikére most emlékeztünk, illetve a polgári olvasók is nagyon aktív az irodalom terén. Mind a két kör vannak zeneszerető és műkedvelő emberek, és úgy gondolom, mi lenne, ha megismertetnénk ezt a két csoportot. Csak úgy egy beszélgetés, egy baráti találkozó, mert tényleg olyan jó, amikor színesítik akár egy városi rendezvényeket, vagy akár a civil szervezeteknek akár megemlékezését, ünnepségeit, mint egy jó gyakorlat, ugye Püspökladányiak is, és akkor ennek csak egy ilyen baráti találkozó a célja. Aztán, ha lesz olyan rendezvény,
rendezvény, akár amikor viszont látjuk a szobosztóiakat, akkor tényleg szívesen, tehát lehet akár folytatás. A találkozón bemutatkozott S. Tamási Áron költő, aki 5 éve Hajdúszoboszlón él és rendhagyó témájú verseket komponál. Valóban Tamási Áron önkönyvezett nevem. Eddigi családkutatásaim szerint viszont nem vagyok székely, hanem olasz származású vagyok, apukámnak az ágáról. Hát most mondhatnám azt, hogy gyerekkoromban kezdtem a verset, én ami végül is igaz. Szabolcsi, tehát kisvárdai születésű vagyok, és egy szabolcsi faluban Annalcson éltem, a Czóbel család bűvkörében. Ugye Czóbel mink a festő, Czóbel Béla a festő. Kaptam egy nagyon intelligens családtól még gyerekkoromban egy Ovidius könyvet, egy 2 nyelvűt, és akkor úgy beleszerettem a latin irodalomba, és elkezdtem magam is verset írni. Eddig 6 önálló kötete, továbbá publikációi jelentek meg, és antológiákban szerepelt. Legutóbbi kötetének érdekessége, hogy szakmákról, foglalkozásokról, illetve azok művelőiről írta. Jelenlegi alkotó munkája még a Bessenyei György gimnáziumban töltött időszakában gyökerezik, amikor 1982-ben harmadikosként filmekről hallott előadást, és az előadóval beszélgetve a kínai Negyed című filmről pillanatok alatt megírt egy verset. Utána folytatgattam, amikor volt kedvem, tehát nem mindig volt kedvem, nem is kedvem, hogy Oscar Wilde mondja azt, hogy az amatőr akkor ír, amikor kedve van, a profi bármikor, bármiről. Hát én inkább azt mondom, hogy ami elragadott. 2013-ban, most inkább nevet nem mondanék, összeismerkedtem egy budapesti ismerősöm révén egy producerrel, és úgy volt, hogy ezt kötetben foglaljuk. Tehát egy komplet közlet csinálunk, ugye ő adja ugye a menedzsmenti részét, meg ugye az interjúk, meg egyébként, és én pedig ugye adom a verseket. Ugye tragikus halála ezt majdnem, hogy megtorpadózta, sőt szerintem lehet meg is torpadózta, mert azóta egyszerűen nem tudok magamhoz térni, hogy tehát furcsa az egész, mert egy mondhatom nyugodtan, egy szenzáció filmekről esett írni. Úgyhogy most 171 filmben járok, akkor ugye megbeszéltük, úgy lesz, és ugye sajnos ez most megállt ez a dolog. Most is tárgyalok filmrendezőkkel, nagyon bátorítanak, csak ugye egy összefogó erő kellene ehhez, ami egyenlőre vagy hiányzik, vagy még nem találtam én meg, vagy ő nem talált meg engem. Az irodalmi találkozó résztvevői verseket szavaltak, és a zene szó is felcsendült az estébe hajló összejövetelen. Csobolya Józsefnek hívják, Kárpátalja. A mi hazánk a fenyőfák hazája, itt még csermely a magyarok tiszája. Hegyeknél magasabban ringott bölcsönk, minket a bércek adtak ide kölcsön. Testvérek vagyunk, s idegen mégis. Itt szent, visszhangosabb a hang, s a vér is. A vizek zengve tört szikrákat visznek, akik itt élnek, erősebben hisznek. Itt nem teremnek zsírosan a földek, az ég elsózta őket legelőnek. Itt nem aratnak, pedig hányszor vetnek. Akik itt élnek, forróbban szeretnek. Vasszél játszik a bércek orgonáján, a tél jéggyertyát gyújt az erdők fáján, s ha hull a hó, éhes vadak matatnak, akik itt élnek, jobban összetartanak. S nagy hegyek, mint ősz, parasztok állnak, s csoportokban munkátlan elpipálnak. Olykor felhők felett az égbe vesznek, akik itt élnek, gyakrabban könnyeznek. A mi hazánk a fenyőfák hazája. Most Csonka ország vérsikolyos szája. A magyaroknak itt sírokat ásnak, akik itt születtek, mindig visszavágynak.